vannak ilyen kis tárgyaink. Több mint 11 ezer tárgyat számlál a Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteménye. A forgalmas nyári időszak után még az őszi programok előtt van lehetőség a tárgyak alaposabb gondozására. Ilyenkor gyanú Szilvia néprajzos is jobban megvizsgálja a gyűjtemény darabjait. Azt mondja, érdekes dolgok kerülnek elő ilyenkor. Van nekünk egy 1925-ben múzeumba került mángorló lapickánk, vagy mosólapickánk, és van rajta ugye lovagol a betyár, bőgatyába, sarkantyús csizmába, és hát itt van alatta egy kenguru, aki nézi a fánfészkelő madarat. Ezek alatt pedig, hát, hogy most ez egy jaguár vagy egy párduc, azt nem tudom eldönteni, de valami nagy macska. A mosólapicka kengurúja mellett ezen az 1880-as spanyolozott tükrösön például pálmafa látható. A pásztorfaragásokon még olyan állatok tűnnek fel, mint az elefánt, a majom és az arapapagáj. Ezen a tipikus zalai, balatoni áprázolásokkal tarkított 1940-es boton egy horogkereszt is feltűnik. A tárgyakat olyan neves művészek készítették, mint Percel János. A Balatoni Múzeum néprajzosa szerint a szokatlan motivumokból kiderül, hogy nem csak a mai embert ihlették meg az egzotikumok. Bizony meg kell állapítani, hogy a pásztoraink már a 19. században sem voltak annyira civilizációtól és kultúráltól elzárt emberek, hogy legalább egy-két könyvet vagy újságot ne vettek volna a kezükbe, és ők is megihletődtek az egzotikus állat- és növényvilágtól. A különleges tárgyakat a látogatók is megcsodálhatják majd. A múzeumok őszi fesztiváljára egy vitrinnyi anyagot fog ebből összeállítani a Balatoni Múzeum néprajzosa. A programot szeptember 25-e és november 12-e között rendezik, számos érdekes eseménnyel tarkítva.